Élő zenére ropták a fiatal táncosok a Vécsei Vásárhelyi Kamara Néptánc és Népdaléneklési versenyen. A megmérettetés kísérő zenekara a Szikes volt, a zenészek már kora délelőttől biztosították a talpalávalót. Nagyon sok iskola nevezett már az elmúlt években is, ebben az évben is körülbelül 30 településnek 34 művészeti iskolája van itt most jelen ezen a napon, és az összesen egy olyan 300-320 táncos és népdalos jelent, illetve hát az őket kísérőket, úgyhogy több száz embert fogadunk most itt a Vécsei Károly Általános Iskolában, nagy örömünkre. Az oktatási intézmény valamennyi termében fonott, szalagos hajú lányok és kalapos fiúk vártak a különböző versenyszámokra. A megmérettetésen nem csak néptáncosok, hanem népdalénekesek is megmutatták tudásukat. Hagyatházról jöttünk, Földi János Általános Iskola. Én éneklünk a fiúkkal, tizen jöttünk, és 6 éneket fogunk előadni. A szervezők arra is figyeltek, hogy az ének és táncművészet ismert, valamint elismert képviselői zsűrizzenek a versenyen. Ami nekem fontos, az mindig az, hogy a gyerekek autentikus népdalokat énekeljenek, tehát ebben azt hiszem, hogy a pedagógusok, akik felkészítik őket, azok már nagyon otthon vannak, és valóban szép népdalokat tudnak válogatni. Amire én szoktam figyelni, hogy a gyerek élvezze az, amit csinál. A rendezvény szervezői a hagyományok továbbélésének fontosságát emelték ki. A verseny fő célja, hogy a népművészetnek minél több fiatal örököse legyen.